Még kipróbálhatták ezeket az új korszerű udvari játékokat a csikostörtösi ballagó óvisok, mielőtt megkezdik az iskolát. A régi balesetveszélyes eszközöket az elmúlt napokban váltották le a nevelési intézményben. A csikostörtösi óvoda udvarán állunk most, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hiszen egy nagyon hosszú és régi álmunk vált valóra, mert már elég el voltak korhadva a játékeszközeink, és nagyon-nagyon szükségeltetett most már, hogy egy új játékparkot kialakítsunk. És a tavaly évben sikerült a Magyar Falu Program alapján az akkori önkormányzatnak egy pályázatot benyújtani, amit nagyon nagy örömmel sikeresen megnyertünk. A gyerekek nagyon nagy örömmel vették birtokba az összes játékeszközt. Amikor összeállítottuk a játékparkot, akkor arra gondoltunk, hogy minden több és minél jobban fejlesztető, mozgásában fejlesztető játékeszközök kerüljenek az udvarra. A beruházónk, akik ezt megtették, ők nagyon-nagyon szorgalmasan és nagyon gyorsan dolgoztak, és mind egy héten belül gyorsan megcsinálták a parkot. Az udvari eszközöket folyamatosan fejlesztik majd ezután is. Ebben segítőkezet nyújt a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Ők támogatják a kisgyermekek nyári táboroztatását is. Több mint 10 éve táboroztatjuk a csikostörtösi alsó tagozatos diákokat a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Az idejében is próbáltuk pályázati segítséggel ezt megvalósítani, de sajnos a járványra való tekintettel ugye visszavonták a pályázatunkat, de mihelyest megengedték, hogy feloldották ezt a tilalmat, mi úgy gondoltuk, hogy a csikostörtösi gyerekeket el fogjuk vinni a táborba. Így a Német Nemzetiségi Önkormányzat önerőből támogatta ezt a nyaralást a gyerekeknek, nagyon örültek neki, és pénteki napon indultak, és hétfői napon érkeztek, tehát egy hétvégét eltöltöttek. Most már negyedik éve a Szupi lovasudvarba egyházas kozáron, és nagyon színes programokkal, nagyon sok kézműves foglalkozással töltötték az idejüket, lovaskocsizással, lovagoltak is a gyerekek, elmentek a közeli Bonyhádra strandolni. Nagyon élvezték ezt a 4 napot, és nagyon szívesen mi támogattuk ebbe az iskolás gyermekeket. A településen több nyertes pályázat is megvalósult, és vannak még olyan tervek, amelyre remélhetőleg szintén megkapja a szükséges anyagi fedezetet az önkormányzat. Az időszerű pályázataink között, amik befejezéshez vannak közel, elszámolás pillanatait éljük, az 2 van. Az egyik egy eszközbeszerzési pályázat a Magyar Falu Programban 11,5 millió forintért, amivel közterület karbantartásra nyertünk eszközöket, egy 50 lóerős traktort, fűnyíró volt többet, sószorot, tehát amivel el tudjuk nagyjából látni a közterületeinknek a karbantartását. A másik egy számunkra nagyon fontos pályázat volt az óvoda játszóterének a felújítása. Ez egy 4,5 milliós sikeres pályázat volt szintén a Magyar Falu Programban. Ez is a végső fázisban jár, már csak a műszaki átadása van vissza ennek, ami egy 20 éves időszaknak a lezárása volt, mivel a régi játékaink már korszerűtlenek, balesetveszélyesek voltak, megérdemelte ez a kis csapat azt, hogy új játékaik legyenek. Ez egy Béke utcai csapadékvízelvezetés, amire nagy szükségünk van, mert a domboldalról lejövő vizeket valahogy mederbe kellene terelnünk. Nagyon bízunk bent, hogy mi hamarabb értesítenek bennünket, hogy sikeres volt a pályázatunk. Ez 140 milliós beruházás. Hát a jövő évre szép feladat elé nézünk, hogyha ez megvalósul. Ezen kívül adtunk be egy pályázatot még a Magyar Falu Programban eszközbeszerzésre, amivel komplettá szeretnénk tenni az idén már beszerzett eszközparkot, mivel egyre kevesebb a munkás kéz, akiket mi be tudunk a faluba vonni a munkába, ezért jobb eszközökre van szükségünk, hogy becsülettel is jó minőségben el tudjuk látni ezeket a feladatokat. A vírushelyzet miatt meghiúsult tavaszi programokat az ősszel megrendezik, és még nívósabbra tervezik, ígéri csikostörtös polgármestere. A krízis alatt elmaradt munkák pedig végre folytatódni tudnak.